Balatonfüred hosszú ideje minden évben részt vesz a Virágos Magyarországért mozgalom versenyén. Eddig kétszer, 2010-ben és 2017-ben hozta el a kisvárosi kategória fődíját. A kimagasló és folyamatos jó eredményt most egy újonnan alapított elismeréssel, az Aranyfa minőségi díjjal jutalmazták az ünnepélyes díjkiosztón. Idén a verseny bírálati szempontrendszerét felülvizsgálva új kritériumokat is figyelembe vettek a zsűritagok az értékelésnél. Többletpontot jelentettek a családbarát és az akadálymentes infrastruktúra fejlesztések, vagy ha a pályázó városban több nyelven is elérhetőek a turisztikai információk. Nagyon várjuk a zsűrit minden évben, hogy megérkezzen a Virágos Magyarország zsűrije, és ugye mindig elmondják, hogy milyen nagyon szép, milyen rendezett a város, de mégis mindig újításokat is felfedeznek, tehát ez folyamatos a városban, hogy új területek kerülnek bevonásra a zöld területekbe, és nagyon szépek a nyári kiültetések is, mert ugye nyáron jön a zsűri. Ez a díj jelzi azt, hogy Balatonfüred városa az elmúlt 25 évben magas szinten vett részt ebben a versenyben, magas szintű a virágosítás és a környezetvédelem Balatonfüreden, és ennek az elismeréseként kaptuk meg ezt a díjat. Idén összesen 324 település vett részt a megmérettetésben. Balatonfüred elért eredményeit évről évre elismeri a szakma és a lakosság is. A parkok virágosítása, gondozottsága egész éves feladat. Közel 40 ember dolgozik a szép és virágos Balatonfüredért, évente pedig 150 millió forintot költ erre az önkormányzat. Elérkezett azonban az idő, hogy a fejlesztés mellett a fenntartásra kell a nagyobb energiákat fordítani. Most már nekünk nem is a fejlődés a célunk, hanem azokat a elmúlt 10 évben épült zöld területek, amik már beálltak, kialakult a növényállomány, ezeknek a fenntartása és ezeket a nagyon finom kis finomításokat, hogy egyes ágyások árnyékba kerültek, ott ki kell cserélni a növényzetet, egyes növényzet azért a klímaváltozásnak köszönhetően, vagy a park használatnak nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ezeket cserélgetjük le fel. Igazából minden hétvégén, ha ide jönne egy Virágos Magyarország zsűri, akkor ugyanazt látná, mint azon a napon, amikor valójában idejön. Idén minden település, amelyik részt vett a versenyen, egy oszlopos gyertyánt kapott ajándékba. A facsemetét a 25. jubileum alkalmából Balatonfüred is megkapta, amelyet Hári Lenke alpolgármester, Somogyi László a Probio ZRT vezérigazgatója és Pádár Tibor főkertész közösen ültetett el a vásárcsarnok melletti parkban. A tábla jelzi, hogy ez a fa a Magyar Turisztikai Ügynökség ajándéka. Füred mellett egyébként Sárospatak és Gyula kapott még aranyfa díjat. A legvirágosabb úticéldíjban részesült Eger, Gyulaháza, Gerezslak, Veresegyház és Budapest 19. kerülete. Veszprém pedig elnöki különdíjban részesült. Az idei fődíjasok közül 2019-ben Nagykőrös és Csemő képviseli hazánkat a nemzetközi megmérettetésen.